Mai történet arról szól, hogy ugye november 14-én tudtuk meg, hogy kitiltottak a képviselői irodaházból 27 embert, majd ezért egy kicsit balhéztunk, és ebből adódóan lett egy rendőri intézkedés, teljesen jogtalanul berontottak a rendőrök, és kicipeltek minket a képviselői irodaház portájáról. Ebből az következett, hogy nem tudjuk, hogy lesz-e ellenünk szabálysértési eljárás vagy nem. Gondoltuk, a független rendészeti panasztestületnél ezt megelőzzük egy eljárással, és egész véletlenül megtudtuk, hogy a független rendészeti panasztestület a képviselői irodaházban székel. Bejelentkeztünk, mert arra is van lehetőség, hogy valaki személyesen adja elő a panaszát. Bejelentkeztünk ide a független rendészeti panasztestülethez, és eljöttünk be a megbeszélt időpontra, majd a bejáratnál utunkat állta az országgyűlési őrség, de nem ám bent a portán, hanem kint az ajtó előtt egy listával vártak már minket, hogy bizony mi nem mehetünk be ebbe az épületbe, elkérték az igazolványokat, és mondták, hogy te se, megint csak nem mehetünk be. Eljött a parancsnok is, és ismét nem tudott semmilyen papírt adni arról, hogy miért vagyunk kitiltva, csak mert ezt a parancsot kapta, úgyhogy nem adott felvilágosítást, és a független rendészeti panasztestület úgy oldotta meg, hogy mégiscsak meghallgathassa a panaszunkat, hogy itt a képviselő irodaház oldalában van egy ajtó, lehet, hogy ma reggel csinálták csak, és ezen engedtek be, ami ugye egyébként zárva van, tehát semmikor máskor nem használják ezt az ajtót, csak most, hogy nehogy véletlen ott bent kelljen lenni. Természetesen ők innen már el is mentek, mert egyébként nem itt székelnek, csak itt van az irodájuk, és a panaszokat veszik itt fel. A személyeket ott hívják be. Így van, aki meg egyébként, ugye normál esetben az irodaházon keresztül a másik normális ajtón mentünk volna be, most ezt nem tehettük meg, és olyannyira fosik az országgyűlési őrség, hogy megkértük, hogy itt egyenként engedtek csak be minket, másrészt pedig ebbe az előtérbe sem lehetett bemenni, pedig itt fagyoskodtak a többiek, és kértük, hogy hadd menjenek be, és azt mondták, sajnos az őrség ezt sem engedi meg, hogy egyáltalán az előtérbe bejussunk. Tehát valahogy Kövér Lászlónak nagyon tele van a gatyája, az őrségnek is tele van a gatyája, de teljesen jogos, hogy tele van a gatyája, mert amikor a nép megelégeli már azt, ami történik, akkor ebből nagy balhé lesz. Volt egy bírósági tárgyalás, ahol az időzőjelben a vádlott azzal rekesztette be a tárgyalást, hogy illegitim ez a bíróság. A leginkább az a probléma, hogy nem akarják megérteni, ebből adódóan nem is értik, mert egyébként ha akarnák, akkor logikusan levezette ott Orosházi Feri is, és én is megnéztem azt a videót, levezette, hogy gyakorlatilag az az alkotmány, ami feljogosítja, hogy létrehozzanak ilyen testületeket, az sem legitim, akkor nem lehet legitim ez sem. Aki meg akarja érteni, azt megérti, aki pedig homokba dugja a fejét, az nem fogja megérteni, és az a legnagyobb bajom, hogy valószínű, hogy az emberek nagy része is homokba dugja a fejét, és ő maga sem érti meg, és nyilván egy ilyen ügyet csak úgy lehet átvinni, hogyha jó sok ember mellé áll. Hogyan tovább? Hát most itt már fázunk, tehát most hazamegyünk. Kövér Lászlónak most tudtuk meg, hogy 29-én, december 29-én lesz a születésnapja, és úgyis van dolgunk Délegyházán, tehát könnyen lehet, hogy útba ejtjük ismét Kövér László házát, és igen, van, aki úgy gondolja, hogy ő itten bárkin átgázolhatna. Ennek is vége lesz itt hamarosan, hogy akik azt gondolják, hogy bárkin átgázolhatnak, azt megtehessék. Mert azért van itt egy lelkes csapat, tehát abból a 30 állandó főből is most is itt vagyunk 11 néhányan, többiek vagy betegek, vagy nem értek rá. Tehát vannak olyanok, akik keményen kiállnak az igazukért, és ezt fogjuk csinálni továbbra is. Ugye voltunk csütörtökön Kövér Lászlónál, tegnap Trócsányinál a házánál, ugye a Csányinál is voltunk, megyünk a Bóna Zoltánhoz, a fideszes képviselőhöz, mert aláírta a 256-ot, és még megyünk a többihez is. Tehát mi ebben látjuk a megoldást, kis létszámmal egyenként elkapni őket, és addig-addig froszlizni, amíg majd nem bírják idegekkel. Üzenet haza. Van egy ilyen Vas Albert. Jaj, nagyon szép az Albert. Ha most megkérném őt, mit üzenne így advent ájékán ennek a lakosságnak? Hát a lakosságnak azt üzenem, hogy nagyon gyorsan kapja össze magát, mert hogyha ezek még nagyobb erőre kapnak, akkor vége lesz neki, a lakosságnak lesz vége. Ki kell vívnunk a szabadságunkat,
meg kell küzdenünk érte, nyilván ez most némi erőfeszítést igényel, de nem olyan erős az ellenség, mint amennyire mutatja magát, csak mivel őnekik van nagy hangjuk, őnekik van médiájuk, így az látszik, minthogyha erősek lennének. De látszik az, hogy Kövér László nem mert csütörtökön hazamenni, Trócsányi család elköltözött tegnap otthonról, Csányi nem dugta ki az arcát, és bárkinél ott vagyunk, ott mindig káoszt és olyasmit tudunk okozni, amivel nekik kellemetlen, ami nekik kellemetlen lesz. Tehát ezt meg kell tennünk, és ki kell zökkenteni őket ebből a pökhenti kivagyiságból, és ezt csak együtt tudjuk megcsinálni, vagy úgy együtt, hogy mindenki a saját környezetébe elmegy és megteszi. És még kiemelem, hogy tegnap, amikor mi Trócsányinál voltunk, Kövesi Katiék Komárom-Esztergom megyében is elkaptak egy fideszes képviselőt, tehát ott voltak a lakásánál, még nem láttam a felvételeket, de valami csomagot ott hagytak neki, meg az üzenetüket, hogy ő is elmegy a jó büdös picsába.